Elindult. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tehát elérkezett a nyár vége is, még különösebben a felvételen nem látszik, de be van borulva az idő, szeptemberben vagyunk, és lehűlést jeleznek az időjárás jelentők. Mi már lassan pakolászunk, az egyik sátrat leszettük, Viola és Ividő és Turula már otthon fognak aludni. Én még a két lányjal még egy-két napig, és utána a lányok is haza költöznek, és én maradok egyedül, de hát közben itt is leszek, otthon is leszek. Na, tehát a lényeg az, hogy nagyon-nagyon jó nyarunk volt, nem? Végül is, hogy szokták mondani, hogy minden jó, a vége jó. Hát jó volt közben is. Hát közben is jó volt, igen. Hát mondjuk nekem, én a nagy melegtől nem tudtam közben edzeni. Annyi, hát akkor úszkáltam, de már az úszás sem esett már jól a végén. Na, csak az, hogy üljek ott a hideg vízbe, azt szerettem már a végén. Tehát a nemek törvényéről fogunk most beszélgetni egy kicsit Violával, hiszen nagyon-nagyon fontos törvény, és szerintem e törvény szellemében vagy értelmében rengeteg törvénytelenséget követnek el, tehát úgymond ez ellen, vagy hogy mondjam, hogy ezt nagyon-nagyon megsértik az emberek, és akkor csodálkoznak, hogy mi a baj. Csodálkoznak, hogy nem boldogak, hogy nem megy a sorsuk, hogy nem tudnak egyről a kettőre jutni, vagy hogyha jutnak, akkor tragédiába jutnak, vagy drámába. Ugye egy dolog a sors dráma, az avval nincsen baj, hogy az embernek vannak feladata is, vannak kihívása is, vannak megharcolni való dolgai, de amikor már szüntelenül csak dráma az egész élet, akkor már kicsit fárasztó, meg amikor aztán tragédiába is fullad, akkor már Isten, de hát hogy legyen másképp, hogyha törvénytelenül élnek az emberek. Tehát a rendes polgári vagy büntető törvények is, ugye, hogyha azt szerint él valaki, akkor előbb-utóbb a törvény megbünteti, vagy jönnek a valaki feljelenti az ügyészségre, vagy valamit elkövet, akkor jön a rendőrség, lefoglalja, és megbüntetik, és börtönbe zárják, vagy mit tudom én, pénzbírságra büntetik. Ugyanígy van az egyetemes törvényekkel is, tehát hiába, hogy nem hat azonnal, nem hatnak azonnal, nincs azonnali negatív visszahatásuk, és az ember nem látja és nem érzékeli. De kérem szépen, igenis az, aki sokáig, például párkapcsolat nélkül él, az mehet kolostorba, s hazudhatja az, hogy Krisztusnak a mennyasszonya, hogy ő átadta magát az Úristennek. Ez nem igaz, Úristennek ilyen nem kell. Az egyetemes törvényeket az Úristen alkotta, s az azért vannak, hogy ezt be kell tartani. Ilyen szempontból sajnos ne korrupt az egész katolikus egyház. Hát pontosan, hogy úgymond a Krisztusnak megfelelő magatartás, az pontosan, hogy a párkapcsolat, tehát persze. Egyetemes törvényeknek megfelelően, a nemek persze. Törvényeknek megfelelően. Abszolút. Egyik apokrifum. És hogyha Istenhez akar közel kerülni, akkor megint csak a szerelmi kiegyenlítődés az, ami... Párkapcsolat nélkül lehetetlenség Istenhez közel kerülni. Ez biztos. Tehát Jézus is megmondja valahol, hogy amikor a kettőt egyé teszitek, és amikor szemet mellé, mit tudom én, kezet mellé, szívet mellé, akkor jutok be a mennyek országába. Tehát ez egy ilyen misztikus babona, hogy az ember csak akkor tud spirituálisan fejlődni, hogyha nincs mellette asszony, vagy férfi. De még egy patriarchális elképzelés, ugye, hogy katolikus papok nőtlenek, kell, hogy legyenek, mert hogy akkor zavarja őket a nő, és a család élet, hogy ne zavarja, nem tudjanak foglalkozni, legyenek jó pásztorok, úgymond foglalkozni az eklézsiával, igen. És ne, hogy mondjam, ilyen korrupt játékokban, amiben a feleségek beszokták őket vinni, ne vegyenek részt. Így van. Mert hát a feleséget megdumálja valamelyik barátnő, ugye, és akkor a barátnő, és akkor jó, tehát ehhez fel kell készülni a feleségnek is, és készen van. Tehát, hogy fel kell venni az alapállást, ugye, rezonancia törvény alapján, tehát olyan feleséget kell választani, amelyik felvette az alapállást, és a korrupciónak nem enged, és akkor nincs baj az eklézsiával. Na,
Tehát, de nem csak, itt van a nagy szingli divat, ugye, itt van a nagy szingli divat, hogy az emberek annyira egoisták már ettől a liberális neveléstől, annyira individualisták, hogy nem tudnak egy párkapcsolatban élni, és akkor divat lett belőle, azt mondja, akkor csináljunk egy ilyen divatot, hogy milyen vagány dolog egyedül élni és együtt lenni. Tehát a nemek törvénye alapján az abszolút létből kiáramló ősideák, amelyek aztán az isteni létet alkotják, aztán, mert ott nincs múlt idő, de mindegy, tehát folyamatosan történik állandóan. Tehát ez az állandó létesülés, tehát az abszolút létből állandóan áramlanak ki ezek a teremtő erővel rendelkező ősideák, de ezek két neműek, tehát oszlanak két nemre. Nem kell összetéveszteni a polaritás törvényével. Az más. Mást mond ki a polaritás törvény. Arról is lesz szó a következő felvételen. Tehát két nem szerint jelennek meg az ősideák az isteni létezésben, és egyáltalán a megnyilvánult létezésben. Mert ami az abszolútumban van, ott nincs megnyilvánulva. Az Istenben már megvan nyilvánulva. Az isteni létezésben tehát két nem szerint, két funkció szerint tulajdonképpen alapvetően differenciált funkció szerint jönnek létre ezek az ősideák. Az egyik tehát a feminin, az pontosan amelyik elindítja a teremtést, megoszlik a teremtést, tehát a feminin erő az nagyon-nagyon érdekes. Nagyon furcsa. Egyszerre oszt és szoroz, és ugyanakkor egyszerre, hogy mondjam, az egységbe. Tehát megbontja az egységet, és mindig fenntartja az egységbe való visszatérésnek a szükségét. Ez a szeretet. Tehát a női principium az, amelyik bontja, az, amelyik a teremtést létrehozza, az, amelyik teremtő, a női principium, ő teremt, ő oszt és szoroz egyszerre. Tehát megosztja magát az abszolútum, amikor teremt, és ugyanakkor megszorozza magát, megsokszorozza magát, és ugyanakkor ő tartja fent, a nőbe van benne, ott lényegében, lényegi magjában van az egységhez tartozás, az egységbe való visszakapcsolódás szükségszerűsége. Most lejött a barátom a traktorról, nem tudom, hogy ezt így folytatni, tudjuk-e folytatni.